Már ünnepi fényárban úszik Nyíregyháza belvárosa. Vasárnap meggyújtották az első adventi gyertyát a város koszorúján, és Varga Miklós is koncertezett a Kossuth téren. Ezzel pedig hivatalosan is megnyitott a kapuit az adventi forgatag. Ilyenkor nem csak a gyalogos forgalom növekszik meg, hanem a gépjármű forgalom is a főbb közlekedési útvonalakon. Sokan ilyenkor gépkocsival közlekednek. Nagyon fontos kiemelni, hogy a gépkocsi feltörések megelőzése érdekében lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljanak le, hogyha éjszaka este közlekednek a lakosok. A gépkocsiból történő kiszállás előtt ellenőrizzék, hogy valamennyi ablak fel van húzva, és a gépkocsitől történő távozást megelőzően nézzék meg, hogy be vannak-e valóban zárva a gépkocsi ajtajai. Az utastérben sosem hagyjanak látható módon értéktárgyat. És nagyon fontos megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy ha mégis megtörténik a gépkocsi feltörés vagy a zseblopás, akkor a közelben lévő rendőrt azonnal keressék meg, vagy ha nincs a közelben rendőr, akkor a 112-es segélyhívót hívják, és közöljék mielőbb, hogy mi történt. Ez azért fontos, mert a rendőrség számára ahhoz, hogy az elkövetőt elfogja, minél gyorsabb információkra van szüksége, illetve az értékek visszaszolgáltatása is sokkal könnyebben működik ezekben az esetekben. Nem csak a gépjárműben hagyott értéktárgyak vonzák a tolvajokat, hanem a forgatagban vásárlók nyitva felejtett táskái is. Ezért a megnövekedett forgalom miatt fokozott járőrszolgálatot lát el a rendőrség a Kossuth téren, a bevásárlóközpontokban, a vasútállomáson és az autóbuszpályaudvaron. Ebben a közrendvédelmi munkában a járőröző rendőröknek a polgárőrök és a közterületfelügyelők is segítenek. Hiszen a szemfüles zsebtolvajoknak egyetlen pillanat is elég lehet, amíg valaki elteszi a megvásárolt ajándékot a pultról a táskájába. Ebben az időszakban nem csak a vásárlók és egyéb más érdeklődők száma emelkedik meg a piacokon, bevásárlóközpontokban vagy akár a karácsonyi forgatagban, hanem sajnos a zsebtolvajok is aktivizálják magukat ebben az időszakban. Éppen ezért nagyon fontos, hogyha valaki ilyen helyen közlekedik, akkor a farzsebében mobiltelefon, pénztárcát sosem tároljon. Ha kézitáskát visz magával valaki, akkor az minden esetben a kezébe legyen, tehát ne hagyja őrizetlenül, annak a zárját, cívzárját mindenképpen zárja be. Lehetőség szerint minél kevesebb készpénzt vigyenek magukkal a lakosok, ha egy mód van rá, akkor próbálnak bankkártyával fizetni. A vásárokban azonban még kevés helyen lehet bankkártyával fizetni. Készpénzes vásárlásnál figyeljünk arra, hogy megfelelően adott-e visszajárót az eladó. Érdemes jobban megnézni a bankjegyeket is, nehogy hamis kerüljön közéjük.